Szeretettel köszöntök mindenkit ezen a rendhagyó énekórán. A sok komolyságot félretéve nagyon sokat fogunk viccelni, nem leszünk túl hosszúak, tehát akinek csak állóhely jutott, az sem aggódhat. Ne aggódjon az sem, hogy esetleg megszakad. Én is állni fogok végig, ki fogjuk írni együtt. Amiért ma összegyűltünk, az nem az, amire ma emlékeztünk, amire ma az Iskola Rádió béli versek, egyebek ünnepelnek, hanem a zene világnapja. 1975-ben egy Yehudi Menuhin nevezett zeneszerző, érdekes neve van, de itt látszik a képen, javasolta az UNESCO nevű világszervezetnek, hogy miután mindennek van már különféle napja, a madarak, fák napja, a víz napja, meg a föld napja, hogy a zenének is legyen egy napja, és ez október 1-ére esett. Október 1-én pont nem tudtuk megtartani a koncertet, mert október 1-e az pont vasárnapra esett. Yehudi Menuhin ebben a könyvében, amit az ember zenéje címet viseli, a következőket írja bevezetésképpen. A zene sokféle lehet. Kifejező, közlékeny, megindító és isletet, de ritkán véletlenszerű, még akkor sem az, ha a tenger szűnni nem akaró moraját, vagy a madárdal véletlenszerűségét idézi. Az újszülött sírása épp úgy igazi zenei hang, mint a harkály kopácsolásának staccatoja, ez egy zenei kifejezés, és azt hivatott valahogy érzékeltetni az ilyen kopácsolós kis rövid hang. A galamb turbékolása, a mennydörgés robaja, a szél susogása a búzaföldön, a baba borsó zörgése, a fém csengése, az aljnövényzeten tapodó láb surranása. Ezekben a nagyon is természetes hangokban szinte mindent megtalálunk, amiből az ember zenéje megszületett. Ezekből építettük, szerkesztettük, ezekből építjük és szerkesztjük ma is a zenei nyelveket, a legfinomabb, legkörmönfontabb dallamokat és ritmikai szöveteket. Például az évezredek előtt Indiában kialakult muzsikák épp úgy megjöttek a testnevelésről, mindenki látta? Oké? Mint azokat a roppant, bonyolult harmóniai szöveteket, amelyek csupán nemrég születtek Nyugat-Európában. És másik apropója is van a mai hangversenyünknek. Nagyon sok zeneszerzőnek van évfordulója 2006-ban, de ezek közül mi kettőről tanultunk részletesebben. Melyik az a két zeneszerző? Az egyik egy osztrák zeneszerző, a másik egy magyar zeneszerző, akinek idén évfordulója, kerek évfordulóját ünnepeljük. Na, ki tudja megmondani? Monika? Bartók Béla és Mozart. Úgy van. Az egyik Bartók Béla, a másik pedig Wolfgang Amadeus Mozart. Bartók Bélának a 125. születési évfordulóját, Mozartnak pedig pont a dupláját, 250. évfordulóját ünnepeljük idén. Ezért ezt a mai hangversenyt, rendhagyó énekórát, ennek a két zeneszerzőnek a művei, népdal feldolgozásai teszik ki, mit már mondtam, nem leszünk nagyon hosszúak. És most mindjárt szeretnék kérni két kis segítséget ide a kicsit színpadnak kinevezett aulába, ide az iskolába, kérek szépen két segítséget, egy fiút és az lány. Na gyere, akkor gyere, te hamar jelentkeztél, és kell egy kislány, gyere te is. Na kérem, tisztelettel!
De ha nem maradok csöndben, akkor nem!
nagyon vicces részek fog következni, Mozartnak egy másik operájából, a Figaro házasságából, a Figaro, 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 ugye? De ez nem az a Figaro, amely a Tom és Jerry-be szerepel. Ez a másik! Egy segítség kell nekem most is, egy fiú, fiú, gyere! Ő volt az első. Arról szól, hogy Cherubino, hogy hívnak téged? Varga Dániel Ernő fogja eljátszani nektek a Cherubino szerepét. Cherubino rosszat tesz a tűzre, ezért a gróf elküldi háborúba, hogy menjen katonának. Figaro pedig hallja ezt, és elmondja Cherubinónak, hogy mit kell majd csinálni a háborúban. Figyeljétek meg! Most pedig vége a szélnek, de csapod a szelet már a nőknek. Csókodok, mi meg szíveket szózni, kis adon iszom nem kapsz te már. Csókodok, mi meg szíveket szózni, kis adon iszom nem kapsz te már. Nem csapod a szelet már a nőknek.
aki leül egy ilyen szép fa alá, mint ami kint is van, egy szép padra, vagy esetleg kint a székbe, vagy függőágyra, és álmodozik az ő szerelméről. Jó, most mindenki csukja be a szemét. Fel is dolgozták őket.
Most hallgassunk ezekből néhányat. Mozart operából egy részlet. Az operának az a címe, hogy Don Giovanni. Mondjuk csak egy kicsit! Don Giovanni! Megy ez nekünk! Na figyeljétek csak most a bácsit! Azt hallom én azt! Újra kéne nekem két gyermek, egy leány és egy fiú. Nem gyamazol, jön össze kis lány, gyere! Egy fiú, gyere! Gyere, először!
pillanat megbeszélnek a játékot, mert az titok, és utána eljátszák. Azt szeretném mondani, hogy legyen most olyan csönd, hogy még azt is halljuk, hogy a fog szövi a kinyílik a lakat! Én fogok most énekelni. Viccből olyan szerenádot ad Donna Elvirának, akit pedig Martina fog előadni, ő Donna Elvira. Olyan szerenádot akarok neki adni, ami csúfolása az egésznek. Tehát én énekelek, de nem én fogok szerenádot adni, hanem a Dani fogja előadni, jó? Amit én mutatok, azt majd nézzétek meg a Dani mit fog csinálni, jó? Indulhatunk. Thank you.
Tanár úr! És Korsai Klára tanárnő!